Az elmúlt évtizedekben jelentős tartozást halmoztak fel az önkormányzatok az észszerűtlen gazdálkodás miatt. A kormány adósság konszolidációja csak akkor lehet hatékony, ha nem termelődik újra az adósság. Ezt segítheti a programfinanszírozás, amelyet több országban alkalmaznak már az önkormányzatok. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egy határon átnyúló program keretében képzéseket szervez annak érdekében, hogy minél több önkormányzat megismerje az új pénzügytechnikai módszer előnyeit. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ugye a legnagyobb érdekképviseleti szervezet az önkormányzatok tekintetében, közel 1600-1700 önkormányzat foglal magába, és mint ilyen legnagyobbnak első számú kötelességünk, hogy az önkormányzati rendszert jobbá tegyük, vagy amilyen változtatásokat ki tudunk kényszeríteni, illetve együttműködni a kormányzattal, akkor ezek olyan szintre emelkedjenek, hogy a jövőben a költségvetések tervezése átlátható és kiszámítható legyen. Ugye a TOJOSZ felvállalta ezt a feladatot, és egy szlovák-magyar együttműködés kapcsán egy Európai Uniós költségvetési támogatással pályázatból megvalósult projektet tudtunk így elképzelni. Ennek a projektnek ma van egy szlovák nap után a hazai programsorozata. A lényege az, hogy a jövőben a feladatalapú finanszírozás olyan tudjon lenni, hogy ne termeljen újra adósságot. A programköltségvetés fogalma nem teljesen ismeretlen a hazai gyakorlatban, hiszen az elmúlt évektől Magyarországon is bevezették a feladatalapú finanszírozást, amelynek lényege, hogy az önkormányzatok fejlesztési programokat dolgoznak ki, és ehhez keresnek forrásokat. Kovács Róbert, a projekt másik hazai partnere elmondta, hogy a programköltségvetést azért emelték a Magyar Képzés Központjába, mert úgy gondolják, hogy ez egy olyan eszköz, amely egyszerre teszi hatékonyabbá az önkormányzatok működését, gazdálkodását, és egyszerre hozza közelebb a polgárokhoz az önkormányzati működést. Ma pont azok miatt, az átalakulások miatt, amik bekövetkeztek az önkormányzati rendszerben, úgy látom, hogy sokkal erősebb a nyitottság, sokkal jobban látják helyi vezetők azt, hogy milyen típusú előnyök következhetnek abból, hogyha ezt a technikát alkalmazzák. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt a kívülről jött átalakulások, az önkormányzatok számviteli rendszerének például a változása, ezek mind-mind olyan irányba hatnak, hogy nagyon gyorsan el fog terjedni ez az önkormányzati technika, tehát ez a pénzügyi tervezés technika. Az ajaki rendezvényen önkormányzati vezetők, polgármesterek, valamint pénzügyi szakemberek vettek részt.